Három éve működik ugyan már az Erasmus fiatal vállalkozóknak szóló európai program, de Romániában eddig még nem vált nagyon népszerűvé. Pedig óriási lehetőségeket rejt magában. Olyan csereprogramról van szó, amely révén sikeres európai vállalkozásoknál gyakorlatozhatnak a hazai fiatalok, hogy majd hazatérve saját vállalkozások keretében tudják kamatoztatni a megszerzett tudást. A részletekről Vinkre Gyula, európai parlamenti képviselő világosít fel bennünket. Jó napot kívánok! Nos, mit kínál a program, miről szól? Mit tud erről elmondani? A program egy ösztöndíjat kínál, ez az ösztöndíj attól a tagállamtól, attól az országtól függ, amelyben az erdélyi fiatal, vagy hadd mondjam én szívem szerint az erdélyi magyar fiatal csere programra menne, de körülbelül 900, havi 800-900 euróról van szó. Ez az ösztöndíj az utazási és a hát lakhatási és megélhetési költségeket kell fedezze a fiatal gyakornok esetében. Olyan fiatalok jelentkezhetnek, akik vagy céget akarnak alapítani, és a cégalapítás folyamatában vannak, vagy pedig egy olyan céget működtetnek, amely nem régebbi bejegyzéssel rendelkezik, mint 3 év. És a gyakorlatnak a célja az, hogy egy mentor, egy olyan vállalkozó valamelyik európai, közép- vagy nyugat-európai országban, akinek már jól működő cége van, persze itt kis és közepes vállalkozásokra gondolunk, befogadja a mi fiatal vállalkozónkat, támogatást nyújt neki, mentorálja, nyilván, hogy az erdélyi fiatal eltanulhatja a szakmai trükköket, eltanulhatja a menedzsment fortéjait, megértheti azt, hogy hogy működik az üzleti világ egy másik társadalomban, egy másik országban. Tehát véleményem szerint nagyon nagy tapasztalatba és nagyon értékes információkba tehet szert. Az ösztöndíjnek a legrövidebb tartama 1 hónap, és a maximum az 6 hónap, tehát egy fél év. Én azt látom, és a felmérések sajnos azt mutatják, hogy az erdélyi magyar fiatalok körében nem túlzottan magas a vállalkozási kedv, minden mással szeretnének foglalkozni a fiatalok, de nem túlzottan vállalkozás szelleműek. Az üzleti kultúra az egy sajátos életmód tulajdonképpen, és egy sajátos mentalitás. Én azt hiszem, hogy ha jobban odafigyelnék erre a lehetőségre, akkor olyan sikeres fiatalok tudnának kikerekedni a mi közösségünk soraiból, akik utána nagyon sikeres és nyerességgel teli pályafutást tudnának befutni. Hát aki mégis kedvet kapott hozzá, az hol talál erre vonatkozó információt? Bármely internetes keresőben most akár angolul az Erasmus for Young Entrepreneurs, vagy magyarul az Erasmus a fiatal vállalkozókért, vagy a román megfelelőt be kell ütni, és azonnal jelentkezik az Európai Bizottság honlapja. Ott minden nyelven, tehát magyarul, románul, angolul el lehet olvasni az információt. A lényeg az, hogy egy beiratkozási folyamat szükséges, de ez egy elektronikus beiratkozás, tehát nem kell különösen semmilyen más adat, mint a saját személyes adatok, illetve egy kidolgozott üzleti terv, hiszen meg kell nevezni azt a tevékenységi területet, amely érdekli a fiatalt. Amúgy tagállamonként kontaktpontok vannak a tagországokban, így Romániában is, Erdélyben. Pontosan Kolozsváron 2 kontaktpont működik, nem fogom elmondani a nevüket, hanem meg lehet találni az interneten azt a 2 kontaktpontot Kolozsváron, ahova fordulni lehet mondjuk útmutatásért, vagy pedig ötletekért, hogy hogyan kell előkészíteni ezt a pályázatot, illetve az üzleti tervet. De még egyszer, én nagyon szeretném azt, hogy valahogy fellángoljon azoknak a magyar fiataloknak a száma, akik érdeklődnek az üzleti világgal szemben. Hát zárjuk ennek reményével. Winkler úr, köszönjük szépen a bejelentkezést. Köszönöm szépen.